vérnyomás problémák a gyerekeknél, már kicsikorban is érdemes nagy hangsúlyt fektetni a szülővizsgálatokra. Kézházak, akár pár hét alatt elkészülhetnek a könnyű szerkezetes technológiával épült otthonok. Családbarát fejlesztések, 700 millió forintból korszerűsödött 6 óvoda Nyíregyházán. A magas vérnyomás a gyermeklakosság akár 10-18%-át is érintheti. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ennek lehet genetikai és idegrendszeri probléma a kiváltója, míg a másodlagos csoportnál akár komoly betegség is állhat a háttérben. A nem megfelelően kezelt probléma felnőtt korban vesekárosodással járhat, és agyvérzés kialakulásához is vezethet. Már egészen fiatal korban kialakulhat a magas vérnyomás problémája. A szakemberek ennek két nagy csoportját különböztetik meg, az elsődleges és másodlagos magas vérnyomást. Előbbinek sokszor az orvosok sem tudják a pontos okát, ezeket főleg genetikai, lelki és idegrendszeri problémák okozzák. A másodlagos esetben azonban mindig van valamilyen konkrét kiváltó ok. Ezek hormonális, és a gyerekeknél pedig nagyon gyakori a veseeredetű vérnyomás. Viszont azt mondom, hogy még eddig azt mondtuk, hogy a gyerekeknél többnyire másodlagos, tehát szervi eredetű a magas vérnyomás, egyre több az elsődleges, tehát a primér magas vérnyomás. Egyrészt az életmód, másrészt a nagyon sok elhízott gyerek miatt, ahol szinte a kövérséggel együtt jár a magas vérnyomás betegség is. A magas vérnyomással ellentétben az alacsony nem jelent komoly problémát orvosi szempontból, általában egyfajta kellemetlen érzéssel jár. Főleg serdülőknél, de egyre több felnőttnél is előfordul, hogy hirtelen vérnyomás csökkenésnél szédülést tapasztalnak, és vannak ájulásra hajlamosak is. Ezek mögött a legtöbb esetben komoly betegség nincs, életmódváltással és megfelelő folyadékbevitellel javítható a helyzet. A nem megfelelően kivizsgált és kezelt magas vérnyomás azonban komoly károkat okozhat. El tudjuk képzelni, hogy van egy eredendően súlyos betegség, mondjuk van egy vese fejlődési rendellenesség, vagy a vesét ellátó éhrendszernek egy komoly problémája, és azt nem ismerik föl, hát abból katasztrofális következmény alakul, hisz olyan komoly károsodások következhetnek be, ami vagy a magas vérnyomás maga okoz nagyon súlyos eltérést, vagy az alapbetegség válik olyan súlyossá, hogy esetleg visszafordíthatatlan. Tehát azért a magas vérnyomás betegségnek megvan a kivizsgálási protokollja, ezt minden orvos tudja, hogy honnan kell indulni, mikor, milyen vizsgálatokat kell végezni, de az is nagyon fontos, hogy gondozásba vesszük ezeket a gyerekeket, mert ugye, hát ha követjük, akkor nem vész el, és akkor ha követjük, akkor nem is lesznek kóros következmények. A gyermekorvos hozzátette, a ma tapasztalható nagy számú kardiovaszkuláris halálozásnak az az oka, hogy vannak elhanyagolt esetek, és sokan akkor mennek orvoshoz, amikor már súlyos agyi vagy szívkoszorúér elváltozástól szenvednek. Ezért már gyermekkorban fontosak a szűrővizsgálatok a megelőzés szempontjából, hiszen sok esetben ilyenkor véletlenszerűen derül fény egy-egy betegségre. Több mint ötszörösére nőtt az újonnan épített könnyű szerkezetes otthonok száma Magyarországon az utóbbi években. Ennek oka lehet az is, hogy energiagazdaságosak, környezetkímélők és gyorsan elkészülnek. A kézházak előnye, hogy az elemei előre legyártottak, így gyorsan összerakhatók, valamint precízen illeszthetők. Az ezzel a technológiával készült otthonok építésére még igénybe vehető az év végéig tartó 5%-os áfa kedvezmény. Amíg Magyarországon még sokan nem ismerik, vagy nem mernek kézházakat építetni, addig nyugaton már egy teljesen elfogadott alternatív technológiának számítanak a könnyű szerkezetes otthonok. Hazánkban az 1960-as években kezdték használni, akkoriban évente 2000-2500 ilyen lakás épült. Az elmúlt években azonban már több mint ötszörösére nőtt az újonnan épített kézházak száma. Gyorsan elkészülnek, energiagazdaságosak és környezetkímélők. Ezek a legfontosabb előnyeik a könnyű szerkezetes házaknak. A gyorsaság azért is fontos, mert a csokot akkor lehet lehívni, amikor a tulajdonos megkapja a használatba vételi engedélyt. Az egyik nyíregyházi cég még vállalja, hogy elindítják a tervezést, így még igénybe vehető a december 31-ig elérhető 5%-os áfa, de a megnövekedett forgalom miatt már nem tudják megépíteni a házat ebben az évben. Tudunk rá megoldást, van egy olyan napos állásfoglalás,
hogy amennyiben 2019. december 31-ig velünk vagy bármelyik céggel kötnek egy építési szerződést, vagy adásvételi szerződést, abban az esetben jogosultak az egységes áfára, hogyha még az éven pénzügyek teljesítik a számlát. Amennyiben ugye kiegyenlítik, ez akkor egységes áfával 2023 befejezéssel is megvalósítható. Amennyiben ezt nem tudják teljesíteni, akkor már csak jelen állás szerint 27%-os áfával tudjuk ezt vállalni. A megrendelőknek lehetősége van azonban választani, hogy 5%-os vagy 27%-os áfával szeretné majd kifizetni otthonát. Abban az esetben, ha a 27%-os áfát választja, akkor 5 millió forintig van lehetősége visszaigényelnie az áfát az államtól, vagy pedig választható az 5%-os lehetőség is. Akkor generálkiviteli szerződést kell kötni az építtető céggel, de ebben az esetben nem jogosult az áfa visszatérítésre. Ahogy az 5%-os áfa, úgy a visszatérítési lehetőség is megszűnik idén december 31-én. Dunántúlon már pár éve fellendült a kézház építés piaca, lassan pedig kezd a térségünkben is elfogadottá válni ez a technológia, de nagyon sokan még mindig a téglaházban hisznek. Amerikában a házak körülbelül 90%-a könnyű szerkezetes ház. Ausztriában, Németországban és Svájcban is az építkezések fele ezt az eljárást használja. Ennek előnye, hogy az elemek előre legyártottak, így gyorsan összerakhatók, valamint precízen illeszhetők és jól szigetelhető a ház. Műhely szinten legyártjuk a falakat, gyártmányterv szerint, már előre beleépítjük a villanyszerelési gégecsöveket, előre meg vannak határozva a nyilászárók, a konyhabútonnak már előre berakjuk a tartószerkezetet, mi mindenben előkészülünk, ezek már nem az építkezésnek a második felére maradnak, hanem már előre dolgozunk ezzel, és amint a házat mi legyártjuk, kivisszük a helyszínre, ott azt egy nap alatt felállítjuk, már aznap érkezik a födémszerkezet, és szerencsésebben akár a tetőszerkezet is megérkezhet, mert rácsos tartót használunk, szeglemezes tartót mi gyártjuk a saját műhelyszinten, és akár egy nap alatt a tetőszerkezet is rá tudjuk rakni. Nekünk nincsenek technológiai száradási időnk, ugye szárazépítés az egész, és szerkezetkész állapotba tudjuk hozni a házat az alap elkészülte után, akár 2 héten belül. A kézházak esetében a falak már 30-35 cm vastagságtól megfelelnek a hőtechnikai elvárásoknak. Ezzel szemben a téglaházaknál ez 55 cm, mivel a 40 cm-es téglafal egy 15 cm-es hőszigetelést kap. Ezért lehet nagyjából 10%-kal nagyobb a könnyű szerkezetes lakások hasznos alapterülete, tette hozzá Balogh Béla. A helybővítésre egy másik megoldás, hogy a kézházakba már a falakba szerelhetik a fűtési csöveket, így a radiátorok sem foglalják a helyet az épületben. Cigarettacsempészeket fogtak a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyi nyomozói. A hatóság éjszaka csapott le a csempészekre, akik éppen 17 000 doboz adózatlan cigit szállítottak. A szállítás módja a sokat látott pénzügyi nyomozókat is meglepte. A bűnözők egy Lada Niva típusú személygépkocsit málháztak fel a cigarettával, az autó tetején és oldalán is lógott a gondosan összecsomagolt csempész áru. A bűnözőknél tartott házkutatáson a további nagy mennyiségű adózatlan cigaretta mellett egy professzionális hőkamera, valamint az egymás közötti rejtett kommunikációt segítő kézi adóvevő készülék is előkerült, olvasható a NAV közleményében. A nyomozók a 25 millió forint értékű cigarettát, a szállításhoz használt járművet és a hatóság előli rejtőzködésre szolgáló eszközöket is lefoglalta. A várható jövedéki bírság meghaladja a 40 millió forintot. Az ügyben 3 férfit hallgattak kigyanúsítottként, ha bebizonyosodik bűnösségük, akár 5 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak. A NAV jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz. 700 millió forintból korszerűsödött 6 óvoda Nyíregyházán. A Családbarát munkába állás segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatánál című terület és település fejlesztési projekt célja többek között az volt, hogy javítsa az óvodai ellátáshoz való hozzáférést. A fejlesztésnek már a második üteme is elindult. Így nézett ki az a tornaszoba, amelyet 2018 nyarán építettek ki a Búzaszem nyugati óvoda székhely intézményében. Emellett többek között új szigetelést, nyílászárókat és burkolatot kapott az óvoda, megtörtént az akadálymentesítés és a fűtés korszerűsítés is. A teljes kivitelezés közel 125 millió forintba került. Ez volt a legnagyobb tétele annak a toppos 700 millió forintos projektnek, amelynek keretében összesen 6 önkormányzati óvoda korszerűsödött.
A Búzaszem és a Tündérkert óvoda két-két intézménye, a Gyermekek Háza déli óvoda, valamint az Eszterlánc északi óvoda egy-egy intézménye tartozott a programba. Ezek igényelték a legtöbb felújítást, és hát ezeknek a korszerűsítése vált aktuálissá, és ezekben valósult meg többek között tornaszoba is, ami ma már alapvető követelmény az óvodáknál. Azt kell mondanom, hogy különben a városban minden óvoda és bölcsőde előbb-utóbb sorra kerül és felújításra kerül. Például ez a projektnek ez az hat óvoda az első üteme, de további kettes és hármas ütem is van folyamatban a városban, amiben a kettes ütemben 10 óvoda újul meg, korszerűsödik, a hármas ütemben 7 óvoda és egy bölcsőde, ami modernizálódik. Emellett az eszközbeszerzés is fontos szerepet kap a fejlesztésben. Az óvodák igényeinek megfelelően gyermekfejlesztő és udvari játékokat, sporteszközöket, konyhai és háztartási eszközöket, informatikai eszközöket, óvodai textileket és bútorokat szereztek be 60 millió forint értékben idén október végéig, amelyek már a második ütemhez tartoztak. A kettes ütemi felújítások azok az idén nyáron kezdődtek el, és most október-novemberben le is záródnak. Még ezeknek a projektekben az eszközbeszerzések vannak még folyamatban, de már ezek is lezárásra kerülnek. A hármas ütem is már valami elkezdődött, és folyamatban van. Valamilyen beruházás, ez csak 2020-ban valósul meg közbeszerzési problémák miatt, de eznek is terve van a befejezése és végrehajtása. A kettes ütem teljes összege több mint 550 millió forint, amelyből 31 millió forint volt például a Koszorú úti óvoda energetikai korszerűsítése idén nyáron. Fontos határidő közeleg a civil szervezetek számára. November 15-ig pályázhatnak támogatásra működésük biztosításához, vagy szakmai programjuk megvalósításához a Nemzeti Együttműködési Alap kiírásai. A tudnivalókra és lehetőségekre egy új fehértói fórumon is felhívták a figyelmet. Több mint 30 aktív civil szervezet működik Újfehértón. Számukra szolgált hasznos információkkal az az előadás, amelyet szerda délután tartottak a település művelődési házában. Azért is hívtuk össze ezt a mai rendezvényt, és örülök neki, hogy Újfehértó adhat helyet, hisz nagyon fontos az, hogy tájékozottak legyenek arról, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, hisz a civil szervezetünk nagy többsége pályázati forrásokból tud működni, és ezért is jó ez a mai alkalom, hogy a jövő évi akár működési, akár rendezvényes pályázatokban képbe kerüljenek. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap képzés és fejlesztés politikai fórum sorozatának utolsó Szabolcs megyei állomása volt. A megyei civil információs centrum igazgatója a november 15-i határidőre hívta fel a résztvevők figyelmét. Addig lehet ugyanis beadni a NEA összevont pályázatait, amely véleménye szerint a civil szervezetek számára egy komoly lehetőség. Öt kollégiumban minden évben a Nemzeti Együttműködési Alap keretében tudnak pályázni a civil szervezetek úgynevezett összevont és egyszerűsített pályázatra. Most az összevont pályázatnak van a határideje, arra szeretném biztatni azokat a civil szervezeteket, akik élnek ezzel a lehetőséggel is szakmai, illetve működési célú pályázatot adnak be az összevont pályázat keretében, hogy ezt november 15-ig tegyék meg. Azokat a jellemzően kisebb szervezeteket, akik meg az egyszerűsített pályázatra adják be a pályázataikat, azokat meg arra biztatom, hogy december közepéig, ameddig az a pályázat nyitva van, ugyanezt tegyék meg. Ez az egyszerűsített lehetőség pedig a összevont pályázat beadását követően nyílik meg azonnal. Kis András hozzátette, nem érdemes utolsó napra hagyni a pályázatok beadását az október elején megnyílt felületen. A lehetőséggel egyébként bármely civil szervezet élhet, amely legkésőbb tavaly év végéig megalakult, és számviteli éves beszámolóval rendelkezett 2018-ban. Alina Urazbekova, a Budapesti Orosz Kulturális Központ munkatársa volt a vendége a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium diákjainak. A szakember Oroszországról, hagyományokról, versenyekről, továbbtanulási lehetőségekről beszélt a gimnazistáknak, és könyveket is adományozott az intézménynek. Érdeklődő gimnazisták hallgatják Alina Urazbekovát a rendhagyó órán. Sokuk számára ez volt az első alkalom, hogy orosz anyanyelvű előadótól tanulhattak. A Nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban 15 évnyi szünet után 2013-ban kezdtek újból orosz nyelvet tanítani az angol és a német mellett. Az elmúlt esztendőkben nagyszerű sikereket értek el a vasvárisok, több versenyen is részt vettek, és kétszer jutottak be az országos döntőbe. Az iskola volt diákjai közül többen tanulnak a Debreceni Egyetem és az ELTE szlavisztika szakán. Az Orosz Kulturális Központ munkatársa most segítséget nyújt további terveikhez.
4 éve tanulom a Vasvári Pál gimnáziumban az orosz nyelvet. Ez alatt a 4 év alatt már rengeteg versenyre eljutottam, ami rengeteget hozzáted az orosz tudásomhoz, és szerencsés vagyok, mert Szentpétervárra is eljuthattam. Valamint nagyon szívesen leérettségiznék oroszból, és ez a legnagyobb célom. A nyelvtanároknak nem csak Budapesten, hanem Oroszországban is szerveznek továbbképzéseket, ezzel is segítve a középiskolákban folyó munkát. Hazánkban mintegy 150 intézményben tanítanak oroszt, Nyíregyházán az egyik a Vasvári Pál gimnázium. Abból a célból, hogy a diákok minél jobban megismerjék az orosz nyelvet, az ottani kultúrát, az intézmény utazásokat is szervez, korábban Moszkvában, idén nyáron pedig Szentpéterváron volt egy csoportjuk. A végzős diákok fontos célokat is kitűznek maguk elé. Az Orosz Kulturális Központ Budapesten a tanév folyamán havonta rendez módszertani szemináriumokat Oroszország vezető tudósaival, akik minden hónap utolsó szombatján érkeznek és segítenek a tanárok továbbképzésében. Évente májusban nagy konferenciát szervezünk az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításáról, ahová az idén 150 tudós érkezett a világ 15 országából. Az orosz vendég az órákon a hagyományok bemutatása mellett beszélt a Budapesti Kulturális Központ működéséről, az ottani versenyekről, az oroszországi nyelvi képzésekről és a továbbtanulási lehetőségekről is. Nem érkezett üres kézzel, ajándékkönyveket hozott a gimnazistáknak, és látogatóba hívta őket Budapestre, hogy ott is gyarapíthassák majd nyelvtudásukat. Valamennyi pályán hullottak a gólok a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 13. fordulójában. A legtöbb találatot, 10-et a 7-3-ra végződő Újfehértó-Tiszakanyár meccsen láthatták a nézők. A legkevesebb gól pedig a 3-0-ás hazai győzelemmel záruló Nyírgyulaj-Máté-Szalka meccsen született. A tabellát a Nagy Halász vezeti. Nem panaszkodhattak a szurkolók az elmúlt hétvégén, mivel gólgazdag meccseket láthattak valamennyi pályán. 4 hazai győzelem mellett 4 vendég siker született a 13. fordulóban. A Nyírgyulaj 3-0-ra vert a Máté-Szalkát, a Tarpa a Baktalóránt házát múlta felül 3-1-re, az Újfehértó 7-3-ra győzött a Tiszakanyár ellen, a Nagy Halász pedig 5 gól szerzett a Fehérgyarmati 2-vel szemben. A Kisvárda 2 5-1-re győzött Balkányban, a Vásáros Namény Ibrányból távozott 3-2-es sikerrel, a Kemecse Nyírmegyesről vitt el a 3 pontot 4-3-as győzelmével, a Mándok pedig Nagyecsedről tért haza 4-0-val. Nekünk égetően szükségünk volt erre a 3 pontra. Hála jó Istennek, nagyon jól játszott a csapat, sikerült tényleg mindent megvalósítani, amit megbeszéltünk, és a helyzeteinket végre berúgtuk, úgyhogy egy sima 4 gólos győzelem lett, még 11-est is hibáztunk, nagyon kellett nekünk ez a győzelem. A tabella élén a 30 pontos Nagy Halász áll, megelőzve a 28 pontos Nyírgyulajt, a 25 pontos Vásárosnamint és a 24 pontos Mándokot. Mirgai László együttese a következő fordulóban a Fehérgyarmatot fogadja. A Fehérgyarmat egy nagyon jó csapat, fiatal, gyors játékosokból áll, 2 ponttal van kevesebb, mint nekünk, ők is a dobogóra esélyesek, úgyhogy rangadó lesz. Hát én azt gondolom, hogy otthon csak akkor él valamit ez a győzelem meccseden, hogyha otthon be tudjuk hajtani a 3 pontot, én bízunk benne, mert a betegek is lassan felépülnek. A 14. forduló további párosítása a következő, Tiszakanyár Nyírmegyes, Kemecse Balkány, Baktalórendháza Nyírgyulaj, Máté-Szalka Ibrány, Vásárosnamény Nagyecsed, Újfehértó Nagyhalász és Kisvárda 2 Tarpa. Egy győzelem és egy vereség a nyíregyházi kosársuli legutóbbi 2 idegenbeli meccsének mérlege. Farkasinszki Gyuláné együttese 82-67-re nyert a Kislenke Kosárlabda Akadémia otthonában, majd 67-41-re kikapott Baján. Az NKS vasárnap a Diósgyőr U23-as csapatához látogat. A nyitófordulóban aratott hazai győzelmet követően 2 meccset idegenben játszott a nyíregyházi kosársuli az amatőr NBA zöld csoportjában. Farkasinszki Gyuláné tanítványai a Kislenke Kosárlabda Akadémia otthonában 15 pontos győzelmet arattak úgy, hogy sérülés miatt elveszítette 2 játékosát a csapat. Baján 4 kadettkorú kosarassal a soraiban állt ki az NKS, amely végül 26 pontos vereséget szenvedett a hazaiaktól. Kislenkéhez úgy mentünk föl, hogy a lányoknak szalagavatója volt, tehát nem igazán kipihenve érkeztünk, tehát ezért inkább nagyobb teher hárult azokra a játékosokra, akik ugye vagy az idősebb generáció, vagy a fiatalabbak, akik ugye ezen a rendezvényen nem vettek részt. És igazából elégedetek, nem nagyon
lehettünk, mert nagyon sok hibával játszott a csapat. És sajnos, hogy ez a mérkőzésen két játékosunk meg is sérült, a két orsi, tehát a Farkasinszki és a Kovács Orsi, és ez egyértelműen rányomta a bélyegét a következő mérkőzésre, a Bayern elleni mérkőzésre, tehát hogy Orsiát nem tudtuk elvinni, így Palánka alatt egyértelműen sokkal gyengébbek voltunk, mint az ellenfél, és a Kovács Orsinak is azért a szervezőjáték, a kinti dobó formája az ilyen csak hiányzott azon a mérkőzésen. A nyíregyházi kosársoli vasárnap a Diógyűr U23-as csapatához látogat. A két együttes az elmúlt években rendre nagy csatát vívott egymással. Nekik megvannak most is azok a játékosaik, akik az áskerettel edzenek, és ugye azok azért egészen más ritmusban dolgoznak, arra nem beszél, hogy ők nem annyi edzésszámmal dolgoznak, mint mi. Tehát hiába tudunk mi nagyon sok mindent a kosárlabdából, tehát az a dinamikus, az erő, amit ők képviselnek, tehát az nekünk maximálisan koncentráltan kell játszanunk, hogy mi meg tudjuk őket venni. Én azért bízom benne, hogy a rutin és az, hogy most már legalább az egyik orsi játékra fogható, elég lesz ahhoz, hogy ezt a mérkőzést idegenben is nyerni tudjuk. Az amatőr NBA zöld csoportját a TFS-e második csapata vezeti, 5 mérkőzésen aratott 5 győzelmével, megelőzve az egyaránt 4-1-es mutatóval álló Szekszárd 2-t, Baját és Kanizsai Vadmacskákat. A nyíregyházi kosársuli 2 győzelemmel és 1 vereséggel jelenleg a 6. helyen áll a 14 csapatot számláló mezőnyben. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. A magas vérnyomás a gyermeklakosság akár 10-18%-át is érintheti. Ráadásul a nem megfelelően kezelt probléma felnőtt korban vesekárosodással járhat, és agyvérzés kialakulásához is vezethet. A magas vérnyomásnak lehet genetika és idegrendszeri probléma a kiváltója, míg a másodlagos csoportnál akár betegség is állhat a háttérben. A szakemberek szerint az alacsony vérnyomás mögött legtöbbször nincs szervi betegség. Több mint 5-szörösére nőtt az újonnan épített könnyű szerkezetes otthonok száma Magyarországon az utóbbi években. Ennek oka lehet az is, hogy a kézházak energiagazdaságosak, környezetkímélők, és ahogy a nevük is mutatja, gyorsan elkészülnek. Az ezzel a technológiával készült otthonok építésére még igénybe vehető az év végéig tartó 5%-os áfa kedvezmény. 700 millió forintból korszerűsödött 6 óvoda Nyíregyházán. A családbarát, munkába állás segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatánál című terület és település fejlesztési projekt célja többek között az volt, hogy javítsa az óvodai ellátáshoz való hozzáférést. A fejlesztésnek már a második üteme is elindult. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 7-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd önöket. Tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Csütörtök este csak rövid időre szakadozik fel a felhőzet, sokfelé párás lesz a levegő, és akár köd is képződhet. Eső, zápor helyenként előfordulhat, a délnyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul. Pénteken közepesen és erősen felhős időszakok, illetve területek váltakoznak. Eső vagy zápor helyenként előfordulhat, a keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. A következő napokban is változékony időre van kilátás, a rövidebb napos periódusok mellett erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző, és több helyen hullhat csapadék is. A jövő hét elején átmenetileg erősödik az éjszakai lehűlés.